Nem lesz hiány sóból Ukrajnában az Artemszil üzem leállása ellenére sem. A só árát mesterségesen emelték a nagy kereslet miatt, közölte a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács dezinformáció elleni központja. Azt írták, hogy bár a Donetsk megyei Szoledár városban található Artemszil állami sóüzem leállt, a nagy bevásárló még mindig nagy a só kínálat. Ráadásul a sótermelők nem emelik az áraikat. Azok emelkedése az indokolatlan kereslet növekedésnek köszönhető. A nagy kereslet és a kiskereskedelmi üzletek és piacok nyerészkedési szándéka miatt a só árát mesterségesen felhajtották. A só tömeges nagy mennyiségben történő felvásárlása viszont hiányhoz és további áremelkedéshez vezet áll a közleményben. A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács hangsúlyozta, hamis az az információ, amely szerint a kolbász és konzervgyárak felvásárolták volna az összes sót. Ezek az üzemek nagy tartalékokkal rendelkeznek, és a termeléshez speciális importált sót is használnak áll a hivatal közleményében.